Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! gyönyörű áldott reggelt kívánok neked, Isten nagyon örülök, hogy Istenig ével indíthatjuk a napot. Uram, köszönöm, hogy az Isteni fajta élet minden egyes sejtünkbe benne él. Köszönöm, Uram, hogy ugyanaz a szellem lakozik bennünk, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halából, és energizálja, meggyógyítja, helyreállítja ami mi hallandó testünket a bennünk lakozó szent szellem által. Bennünk a feltámadás ereje él, ezért nem lehetünk betegek, egészségben járhatunk az életünk minden napján, nem lehetünk szegények, nyomorultak mert Krisztus bennünk, a dicsőségnek a reménysége. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Nagyobb az, aki bennünk van, mint a betegség. Nagyobb az, aki bennünk van, mint bármilyen vírus, mint a halál. Köszönjük, Uram, hogy a feltámadás erejét kaptuk meg, és ez dolgozik bennünk, határtól határig jár a mi testünkbe, és kijavít minden hibát és hiányosságot. És így imádkozom, a testvéreim életébe is, hogy a feltámadás erejébe tudjanak járni. Köszönöm ezt neked, Uram. Amen. A mai rapszódi címe az életadó szellemtől születve. 1 Korintus 15.49 az angol bővített fordítás alapján. És amiképpen viseltük, hordtuk a porból alkotott földi ember ábrázatát, ugyanígy fogjuk viselni Mennyei ember ábrázatát is. Minden emberi lény természetes, emberi élettel születik erre a világra. Ez az élet azonban romlandó, halandó, alá van vetve a betegségeknek, gyengeségeknek és a halálnak. Ilyen volt az első Ádám életének természete, és mindazoké is, akik utána születtek, át nem alakult ember, bűnöktől meg nem tisztult más helyen. Az 1 Korintus 15.47.48 így ír erről. Az első ember földből való földi, a második ember az úr, mennyből való, amilyen a ma földi, olyanok a földiek is, és amilyen a ma mennyei, olyanok a mennyeiek is. Jegyezd meg, amit itt mond. Amilyen a ma földi, olyanok a földiek is. És ez abszolút igazság. Ezért mondta azt Jézus, amikor beszélt Nikodémussal, hogy újjá kell születned. Amikor újjá születsz, akkor a mennyben lévő Úr Jézustól születsz újjá. Keresztényként rendelkezünk az Isteni élettel. Isten természete van bennünk most. Az, aki még nem fogadta be ezt az Isten fajta életet, az földi, és fogékony még a világ romlottságára és belőle származó negatívumokra. Alá van rendelve a világ rendszereinek és elemeinek, és azok megromlott, korrupt hatásainak befolyásának. Azonban hála legyen Istennek, hiszen az első Ádámmal való köteléked már teljesen és véglegesen megszakadt. Krisztus immár a te gyökered és örökséged, Istentől származol. Ti az Istentől vagytok fiacskáim. Miközben az újjá nem született emberben a halál munkálkodik, úgy mű munkálkodik benned az életadó Szent Szellem. Így is van megírva. Lőn az első ember, Ádám élő szellemi. Az utolsó Ádám megelevenítő szellemi. Maga az élet dolgozik benned, dicsőség az Úrnak. Tudod, azt mondja Istennek az igény, hogy a bűn hogy a halál. Ádám, Ádámba a halandóság a bűn következményeképpen jött be. Te, a bűn elvétetett, mert újjászületetként mi megigazultunk. Tehát a bűnnek a természete az elvétetet, az tőlünk, és új természet részeseivé lettünk, isteni természet részeseivé lettünk, az ádámi faj természete helyett mi az új teremtés valóságában járhatunk. Újra lettünk teremtve. Tehát, mivel a bűn a halál volt, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, megigazoltság és örök élet már az osztály részed, a halál és a bűnhelyet. A bűnhelyet jött a megigazolt állapot, és a bűnnek a következménye volt a halál. A megigazoltság ö, jött a bűnhelyet, és az örök élet jött a halál helyett. Azt mondja ez ige, hogy örök életetek van már most. Miért nem kell betegségben járnunk, vagy megbetegednünk? Azért, mert egyrészt megigazítattunk, megigazult állapotban vagyunk, és ugye, mivel a a halál, a megigazultság miatt, mivel már nem bűnös természetünk van, hanem megigazult, ezért örök életben is járhatunk, és nem kell, nem kell ezért szenvednünk. Tehát te teljes egészségben, teljes prosperitásban, teljes bővölködésben tudsz járni az életed minden napján. Az örök élet meg tudja eleveníteni a halandó testedet. Azt mondja az Ige, hogy ugyanaz a szellem lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, és ő megeleveníti, regenerálja, meggyógyítja, egy fordítás szerint határtól határig jár kell bennünk, a fejünk búbiától a talpunk aljáig, és megeleveníti a halandó testünket. Ne legyél egy átlagos ember. Ne legyél természetes szinten. Te a Magasságos Isten, Magasságos gyermeke vagy. Örök életet kaptál már most. Minden DNS-edben működik, DNS-sejtedben az isteni örök élet. Ezért nem kell betegségben járnod. Nem kell a vírusoktól félned. Nem kell. Volt egy olyan misszionárius, aki pestise, pestiseseket hordágyakon vitt késbe és csodálkoztak, hogy miért nem pestises. És azt mondta, hogy az örök élet miatt nem tudok megbetegedni. Mikroszkóp alá tették a kezét, és rátették a pestis vírust. És a pestis vírus elpusztult. Ezt csinálja az örök élet a te testedben. Az, nem, az örök élet nem csak a szellemed része, hanem hatással van a testedre. És ugyanaz a szellem lakozik benned, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és ő megeleveníti, regenerálja, meggyógyítja, energizálja a te halandó tested, a benned lakozó, szent szellem által. Ez egy elpusztíthatatlan élet. Tudod, János apostolt meg akarták ölni volt az egyház történelem szerint, hogy olajban is megfőzték, de nem tudott elpusztulni. Az isteni örök élet miatt vitték Patmos szigetére, és tudod mit? Ő csak Istennel volt telve, és ezért legyőzhetetlen volt. Nem tudták megölni, mert az örök élet dolgozott minden egyes sejtjébe. És a másik, hogy ez volt róla megírva, és erre adott neki kegyelmet az Úr. Úgyhogy Kedves testvérem, ne íj alacsony szinten, te a magasságos Isten, magasságos gyermeke vagy. Mondd utánam ezt az imádságot, drága atyám, köszönöm, hogy elszakadtam a pusztulástól, mert újjá születtem a második és egyben utolsó Ádámtól, Jézus Krisztustól, nem e világból származom, én mennyei vagyok, a szenteknek, és Isten ház népének polgártársa. És sok embert hozok be a te királyságodba. Jézus nevében. Amen. Ne feledd ki vagy Krisztusban. Így Krisztus jó életaként. Gyönyörű áldott napot kívánok. Isten áldjon meg téged. Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztünk! sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!